Sziasztok, üdvözöllek titeket, Dr. Borsiki Péter 3/3 új videó, és ebben a videóban beszélgessünk egy kicsikét Rácz Gézáról, nem tudom, hogy erre emlékeztek-e még. Két éve, picit több mint két éve volt róla egy videó, ez a srác, egyébként a videót belinkelem, több is van, akivel először Tari Ádám kezdett el dolgozni, aztán Norbi lecsapott rá, hogy ő fogja lefogyasztani Ádám helyett a Rivalda fényben, és ezzel nagyon sok kettős kakaós csigát árulni. Na most, Géza indult valahonnan, hogy hány kilóról, azt mindjárt meg fogjuk beszélni, mert itt bizony nem egyeznek a számok, de tényleg, hogy itt a kép, előtte, utána a kép, és eleinte sokan úgy voltak, hogy nem fogyott, mostanában azért tagadhatatlan, hogy fogyott, jó? Tehát most se egy vékony nátszál gyerek, ez a mi Gézánk, viszont nem lehet azt elvitatni, hogy ez a Géza, ez bizony fogyott, de hogy mennyit, hogyan, és milyen üzenetet tett ki ezzel kapcsolatban Norbi, azt most gyorsan megnézzük. Szóval, nézzük meg tehát, itt van szeptember 12-i poszt, de csak most tudtam ideig. Hamarosan találkozhatok ismét Gézával, aki az update 1.hu menü és az update termékek segítségével a felére fölött 320-ról 160 lesz a remények szerint. 160 lesz a remények szerint. Na most akkor ezt nem értem, hogy 160 lesz az remények szerint, vagy 160-e most, de tényleg, hogy engedélyezzük azt, hogy 160, viszont hogy nem 320-ra indult, az is biztos. Megkerestem nektek ezt a videót, amit maga Rácz Géza official tett föl a YouTube-ra, és itt láthatjátok 30. másodperctől, hogy ő... Eltiltottam az edzéstől, mivel megmértük a súlyát, és nem 297 kg, hanem 300, 299,7 kg, 17 évesen. Szóval, hogy nem volt 320 kg, csak 300, nyilván ez is sok, és 300-ról lefogyni 160-ra is jó teljesítmény, csak akkor, hogyha az is egy jó teljesítmény, akkor nem értem, hogy már ebben miért kell hazudni, na mindegy, ezt megszokhattuk már Norbiról, de nézzük meg, hogy ez mennyire jó teljesítmény, de előtte még nézzük meg, hogy mit mond ez a poszt. Az elmúlt egy hónapban vírusos beteg volt, de jóisten ezen is átsegíti. Géza, akiről lemondtak az orvosok, azt mondták, Prader-Willi szindrómája van, én kikérdeztem, és naponta megevett 1000 g szédrátot. Igen, mert egészen biztosan képes volt megmondani azt, hogy ő 1000 g szédrátot evett. Ezt levettem 80%-ra, és nem kellett az életét kockáztatva tornáztatni. Ennyi, megcáfoltuk a tudományt. Na jó. Először mégiscsak inkább nézzük meg, hogy ez a fogyás ez mennyire jó, aztán utána ennek is neki megyünk. Tudomány. Megcáfolva. Puff! Norbi, egy tudomány nulla. Oké, szóval Géza 327-300 kilóról nekiindult, és valamivel több mint két év alatt leadott 140 kilót. Azért ez a 140 kiló sok. Na de nézzük is meg, hogy milyen egy ideális fogyás. Egy ideális fogyás van naponta 0,5-1,5% testzsírt tudsz leadni, és ez még úgy szálkástesnek is számít, ennél többet is le lehet bőven, és még akkor is lehet az egészséges, csináltam egy videót arról, hogy gyors vs. lassú fogyás, szóval simán lehetséges. Tegyük fel, hogy nagy lelkűek leszünk, iszonyatosan nagy lelkűek leszünk, és most mondjuk 200 kg volt a Géza. Nem 300, 200. Ez azt jelenti, hogy heti szinten, ha 1%-ot fogy le, akkor is 2 kilót tud fogyni, ha 200 kiló. De ugye 300 volt. Az azt jelenti, hogy 2 kiló egy héten, 54 hét van egy évben, ha jól tudom, de lehet, hogy 52, ebben sose vagyok biztos, de legyen 54. 54 szer 2, az 108. Egy év alatt. Akkor ez két év alatt 216 kiló. Amit simán meg lehet oldani. Tehát, nagynak tűnik ez a szám, de arányaiba ez nem nagy fogyás, jó? Tehát, hogy ha 200 kg lett volna, nem tudok beszélni, ha 200 kg lett volna, és 307, és minden egyes héten csak az 1%-át adja a súlyának, 218 kg-t fogyott volna. Nyilván a fogyás nem teljesen így működik, mert ha 200 kg-os az ember nem tud leadni 218 kg-t, de ő cserébe 300 kg-os volt. Tehát, hogy 300 kg, 140 kg két év alatt, az akár hisztek, akár nem, nem olyan sok arányéba. Most ez olyan olyan, mint hogy a 160-ról lefogyott volna 100-ra, a tekintetben nem, hogy ez sokkal könnyebb. Tehát amikor az emberen sokkal nagyobb súlyfelesleg van, akkor sokkal könnyebben tud fogyni. Mert hogyha kalóriadeficitbe teszed, eleinte sokkal hatékonyabban, vagy szénhidrát deficitbe, eleinte sokkal hatékonyabban fog, sokkal hatékonyabban lesz képes arra, hogy a zsírját használja föl, mint üzemanyag. Ugyanis az történik, azért fogsz tudni fogyni, mert ha kalóriahelyes állapotban vagy, akkor annak érdekében, hogy a testedben a bizonyos folyamatok, amiknek meg kell valósulni, azok megvalósuljanak, ezért a hiányzó energiát a zsírodból fogja
fölvenni a te szervezetet, hiszen 1 kg zsírban is van 9 kalória, szóval fölhasználod a saját zsírodat annak érdekében, hogy megtörténnek ezek a folyamatok, hogy jár az agyad, a szíved, mit tudom én. Tehát, hogy na, erről már több videóban beszéltünk. Szóval minél kövérebb valaki, annál hatékonyabban tudja felhasználni a saját testzsírját. Ezért van az, hogy ha valakin nagyobb testsúly van, nem csak az, hogy mondjuk 200 kg, hanem akkor is, hogy mondjuk 30 vagy 40 vagy 50, akkor sokkal nagyobb deficit, és sokkal jobban tud tűrni. Tehát ahhoz képest, hogy 2 év alatt leadott 140 kilót, és már itt is 20 kilót hazudnia kell Norbinak, az nem egy nagy cucc, hogyha azt nézzük, hogyha csak heti 1%-ot, vagy heti 3 kilót leadott volna, vagy 2-3 kilót leadott volna, bőven sokkal többet leadott volna, de teljesen mindegy, mert azt is föl lehetné dehozni teljesen jogosan, hogy nem az a lényeg, hogy milyen gyorsan fogy le az ember, hanem hogy azt meg is tudja tartani. Most nyilván nem tudjuk ezt, hogy mennyire föl tudni megtartani ezt a testsúlyt, úgyhogy nem áll mellette Norbi, de én alapvetően azt mondom, hogy gratulálok Rácz Gézának, mert ténylegesen sokat fogyott. És most ezzel kapcsolatban még így is, hogy összességében azért ennyire brutálisnak nem számít, és még így is, hogy Norbi azért egy 20 kilót megint csak kumantott, de ettől függetlenül ez egy jó eredmény. És akkor nézzük azt, hogy miután van egy személyedző, most nevezzük ki Norbit, sikeresen le tudod fogyasztani valakit, ezek után a sikereit hogyan teszi közkincsé. Megcáfoltuk a tudományt. Életmóddal táplálkozással, amelynek nincs élettani hatása. Mi van? Miért ne lenne életmód hatása? Tilos mondani. Csak a gyógyszernek szabad mondani. Gratulálok a törvényhozóknak, 450 kalória, cukornak 10 dekagram, ugyanaz az élettani hatása, mint 10 dekagram téli szaláminak. Mi van? Itt lehet, hogy nagyon-nagyon erős volt a stroke, de én ezt nem értem. Tehát alapvetően megcáfoltuk a tudományt. A tudomány az az, ami van. Maximum voltak egyes orvosok, akik szerint nem tudott volna lefogyni. Ez persze egy hülyeség, ez szar szakemberre volt, de van, aki szerint nem tudott volna lefogyni esetleg a Géza. De a tudományt azt nem cáfolod meg, és az a baj, hogy 2022-ben izomból megyünk vissza a középkorba, és jönnek ezek a tudományellenes propagandák, hogy ő okosabb, mint a tudomány. Édes jó Istenem! Na és akkor menjünk tovább. Tilos ilyet mondani itt. Megint előjön ez a proli mentalitás, ez ilyen szíriuszi magyar kategória, komolyan mondom, hogy csak az eltitkolt dolgok az igazságok, amit nem mernek mondani, amit titok, az eltitkolt hírők meg izé, bassza meg, tehát hogy a tudományra kell építeni egy életmódváltást, és ne az ellen próbáljunk már meg harcolni, mert ez egy iszonyatosan meredek dolog, hogy 2022-ben nagy fitness guru gyakorlatilag boszorkányt üldözést hajt végre a tudomány ellen, már nem az első posztjába, és ez szerintem gyalázatos. Ezt meg nem is tudom mire vinni. Gratulálok a törvényhozóknak. 450 kalória cukornak, 15 kg, ugyanaz életleni hatása, mint 10, senki nem mondott ilyet sem, de nézd ki, a kalória az kalória, erről 65 videót csináltam már, erről most nem fogok kitérni. Gratulálok mindenkinek, aki megengedte, hogy ne mondhassd a tévében, hogy a C-vitamin immunerősítő, a kamilla gyulladást csökkenti, a faj és segíti az ideális vércukorszintet eléri. Nem tudom, hogy itt Norbinak milyen ellenségek vannak a fejében, én szerintem ilyeneket lehet mondani, még ennél ciferábbakat is mondanak a tévében. Az viszont, macskagyökér altat, a szédrát szegény protein és rozsdabon dús tészta pedig jobban latat és segít fogyni. Ajjajjaj, nagy a probléma, szóval alapvetően némi igazság van ebben a posztban, hogyha nagyon jó lelkű akarok lenni, ugyanis tény, hogy sokszor nem a elsődleges tudományos vonal lesz fejtlenül, ami valakinek segít, mert bizony van a természettudomány és abban is, a természetgyógyászat, és abban is, ha bár sok butaság van, vannak bizony jó megfigyelések, amiket kiaknázva el lehet, basszus, el lehet érni eredményeket, hallok közben. De ez nem azt jelenti, hogy a tudomány vs. valami, hanem azt jelenti, hogy vannak bizonyos tanulmányok, amikre épít mondjuk az orvostudomány jelenleg, de vannak úgynevezett paradigmaváltások, hogy kijönnek új tanulmányok, amik alátámasztják azt, hogy esetleg van egy másik megközelítés, és annak is van létjogosultsága, és akkor arra építünk fel dolgokat, de a tudomány az nem ellensége semminek, és aki így gondolja, az egy nagyon-nagyon buta ember. Hát én sem mondom, csak leírom, hogy tilos mondani, és tipikus ez a népgyermeke mentalitás, mint Orbán Viktor, igen, ezt kimondtam, aki jön ezzel, hogy ő majd itt segít, ő itt majd kekeckedik, és akkor majd jó megmondja a tudománynak, hogy azt hogy kell, mit kell csinálni. Egy 120 kilós nő ismerősen elmegy az orvoshoz, nem kérdezi ki, hogy mit eszik. Amúgy a napi 800 g szédrátot. Felírják neki a pajzsmirigy gyógyszert, mert az Ozempiket. Aha. Azt sem mondják, mit tegyen ezután. Ez korrekt. Ebben igaza van Norbinak, ebben tagatlanul igaza van. Sok orvos úgy ad
gyógyszereket, hogy mellette nem figyel arra, nem is hozza fel azt, hogy milyen életmódbeli változtatásokat kell eszközölni. Szóval ebben abszolút igaza van Norbinak, ugyanis az életmódon kell elsősorban változtatni, és alapvetően a pajzsmirigy gyógyszert én is ajánlanám, hogyha valakinek pajzsmirigy alulműködése van. Ettől függetlenül a háttérben meghúzódó okokat is meg kell vizsgálni, hogy mennyire stresszes az ott embernek az élete, jót fogyasztása, ugye, tehát mindig vannak olyan lehetőségek, amiket a tudományon keresztül, vagy bizonyos orvos tapasztalatai szerint lehet csinálni, meg máshonnan is. Legjobb az, hogyha ezeket ötvözve próbálunk meg életmódot váltani. Tehát próbálunk a táplálkozásra is figyelni, megnézzük, hogy mi esetleg a tudományos háttér, és több orvossal is konzultálunk. Ja, ez korrekt. Gratulálok mindenkinek, szép új világ. Nem értem ezt a kirohanást megint, mivel kapcsolatban történik. Mindegy, jó egészséget hozzá. Minden, amiben 36 éve hiszek, táplálkozás, mozgás, az csak óvatosan, illetve hatást nélkül szabad mondani. Ezt, én nem tudom, hogy egyébként mi történt, hogy mi okozta ezt a frusztrációt Norbiban. Lehetséges, hogy valamit bontak neki egy interjú során, hogy ezt bizony nem mond, mert ez annyira nincs alátámasztva. Viszont az, hogy minden, amiben hiszek 36 éve, elmond neked, hogy még az űrhajós diéta idején teljesen másba hitt a Norbi, tehát azt, hogy ő miben hisz 36 év alatt, azért az elég gyorsan változik, attól függ, hogy merre fúj a szél, vagy honnan jön a pénz, jó? Mert az űrhajós diétában még abszolút kalória számolás volt, csak más volt elnevezve. Én vakon hiszem, hogy tudok segíteni, és köszönöm nektek az elmúlt 25 év bizalmat. Ölelek, szeretettel mindenkit, jó ét nektek, Norbi. Hát ezt a kibrohanást, ezt nem nagyon tudom hova tenni, de hát ja, vannak ilyen dolgok. Alapvetően Rácz Géza fogyott, ez tény, de hogyha már beleteszünk ennyi pénzt, marketing kampányt építünk rá, akkor ahhoz képest el kell, hogy mondjam, hogy annyira nem durva erre, mint nekem is a tanítványom, Gergely, ő is 170 kilóról fogyott le 80-ra, tehát több mint az 50%-át leadta a testsúlyának Gézával ellentétben, és akkor most mondjam azt, hogy hát igen, én majd tudok segíteni, és akkor én vagyok a megváltó, mit tudom én, mert hogy az én módszerem a legjobb. Nagyon sok módszer működik egyébként, és nem gondolnám, hogy azért, mert elér az ember valamilyen sikert, akkor azt kell itt az emberek torkán lenyomni, hogy más út például nincsen. Ezt a posztot magam még nem is tudom hova tenni, de hagyjuk is szerintem az egészet. Jó, na mindegy, ez volt az a videó, gondoltam, hogy erről azért beszámolok nektek, remélem, hogy tudtam hasznos információkkal szolgálni. Hogyha nem lennél feliratkozva, iratkozz, hogyha szeretnél velem dolgozni, és tudományra és tapasztalatra, nem pedig butaságokra alapozni a te fogyásodat, akkor keresd meg www.3.20 személyre szabott étrendel, edzéstervel, receptgyűjteménnyel, fitnesses, ebbőzős abbal és konzultációkkal is tudom segíteni az átalakulásodat, és a következő videóban találkozunk, vigyázzatok magatokra, sziasztok!